Hetedik alkalommal szervezi meg a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesülete a jótékonysági székelybáját, melynek fővédnöke Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Varga Tamás országgyűlési képviselő és Deák Lajosné a család- és nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka. Az idei év adományai a kárpátaljai közösségek és a máléfalvaiak megsegítésére lesz fordítva, mondta el Juhász László, a hetedik jótékonysági székesfehérvári székelybál szervezője. Mindig hagyományosan egy kárpátaljai és egy székelyföldi célunk van, és általában szeretjük oda kötni, ahonnan érkezik fellépő. Idén Máréfalváról fog érkezni a Rosetta néptáncsoport, egy népes delegációval várható 27-en fognak érkezni, hogy igencsak színesíteni fogja a báli hangulatot az ő föllépésük, és az ő vezetőjükkel még nem döntöttük el a végleges, de valószínű, hogy Máréfalvára fog kerülni, ők mondtak több alternatívát nekünk, illetve a kárpátaljai cél tekintetében is ugye ismerve az ottani helyzetet, hát hogy úgy fogalmazok, a last minute-ot megvárjuk, úgyhogy véletlenül Húsvét után lesznek meg a kedvezményezettek. Juhász László hozzátette, szeretnék a városban és a vármegyékben élőkhöz közelebb hozni a székely kultúrát. A legfontosabb az, hogy ugye sokan járunk ki Székelyföldre, innét Székesfehérvárról is, vagy a megyéből, vármegyéből, viszont azt szeretnénk, hogy itt akik nem utaznak, vagy nem tehetik meg, vagy kevésbé járjanak, azokhoz is eljusson a híre egy ilyen székely bálon keresztül az ottani hagyományoknak, az ottani kultúrának, és nem csak azokhoz, akik eljönnek a bálba és részt vesznek, hanem azt megelőző, vagy azt követő, a bált követő híradásokba is tudnak róla az emberek, hogy létezik, van ilyen, és Székesfehérváron is azért több székely él a vármegyébe, úgyhogy innét jött az ötlet, ezeket a kapcsolatokat erősítsük, és felhívjuk a figyelmet az ottani székelyföldi magyarság helyzetére. Az idei bál helyszíne a Merkur Hotel Magyar Király lesz. Az esemény április 13-án 19 órakor kezdődik.